Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! 50 éves a Sebestyén Ádám Székely Társulat, jubileumot ültek a kakasdi székelyek. Székely autonómia napja, 80 felvidéki és magyarországi helyszínen gyúltak őrtüzek. Varga Mihály, bemutatjuk a Sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum igazgatóját, aki szobrokat is készít. 50 éves lett a Sebestyén Ádám Székely Társulat. A kakasdi csoport 1972-ben alakult, és az elmúlt fél évszázad alatt sok mindent átélt. Az együttes egész évben jubileumi programokat tart. Legutóbb a Nemzedékek Tánca című bemutatót láthatták az érdeklődők, melybe több régi táncos is visszatért. Nemzedékek Tánca címmel szervezett ünnepséget fennállásának 50. évfordulóján a kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat. Sebestyén Brigitta, a társulat elnöke elmondta, már 2 éve készülnek a jubileumi évre. Nagyon sokszor összedugtuk a fejünket, hogy hogy is legyen ez az év, de hála Istennek sikerült úgy végigmenni az év folyamán, hogy elkezdve azzal, hogy Ádám bácsihoz kimentünk a temetőbe és a társulat elhunyt tagjaihoz, azzal fogjuk befejezni, hogy Andrásfalvi betlehemes, és mivel hogy ez a betlehemes volt Ádám bácsinak igazából a legkedvesebb előadása, amit ő a színpadra vitt, akkor odaállnak a népdalosok, a néptáncosok, a lányok is, mert ugye ez a bukovinai Andrásfalvi betlehemes, itt csak fiúcskák szerepelhettek, tehát a Mária és az Angyalka is fiúcska volt. És ugye mivel így körbeálljuk őket, tehát adunk neki egy olyan szép hátteret, és tényleg, hogy Jézus születése, azzal fejezzük be az évet. És akkor jöttünk, és volt a kiállítás megnyitó, és akkor utána jött ugye a mesemondó verseny, az megint nagyon fontos volt az életében, mert rengeteg mesét gyűjtött az Ádám bácsi, és akkor így meg tudtunk emlékezni a Márika néniről is, a Fábián Ágostonnéről, mi nekünk a mesemondó Márika néni, és itt is nagyon-nagyon sokan voltunk, tényleg a megyén kívülről is, külföldről is jöttek, Aldunáról mesét mondani, tehát nagyon-nagyon örültünk neki. De egy népdal találkozót is tartottak Sebestyén Ádám tiszteletére. Rengeteg népdalt is gyűjtött, ahova csak nem, mindenütt vitt magával egy rossz kis magnócskát, és akkor összegyűjtött mindent, úgyhogy a mezőn, ha nem volt nála papír, akkor a kapanyélre, de mindig gyűjtött az Ádám bácsi. Én 32 éve vezetem ezt a társulatot, közben volt más vezető is persze, de mindig részt vettem a társulat életébe, tehát nem maradtam ki belőle. És visszajöttek azok a néptáncosok, akikkel én kezdtem. Mert azoknak a gyerekei már itt táncolnak, sőt, volt olyan fiúcska, aki anyukával táncolt fent a színpadon, mert bizony már magasabb, mint anyuka. És akkor hát rengetegen voltunk, a színpad tele volt, én nagyon-nagyon örültem neki, végül is ez volt a cél. Ez olyan volt, mint amikor egy nagy-nagy osztály találkozó 50 éve, és akkor ez ugye eljöttek a régiek is. Volt olyan is, aki 50 éve ezelőtt kezdett táncolni, a Sebestyén János és a felesége, annak is nagyon örültünk. És hát még vannak olyanok, akik bizony ezelőtt 50 évvel is részt vettek a társulat életében, és itt vannak. Én ezeknek nagyon örülök, sok mindent tanultunk. Én amikor elkezdtem, akkor hát egy kicsit féltem, mert azért Ádám bácsi még ott volt 3 évig velünk, de nem ilyen intenzitással már, ugye, ő inkább a kántori életet tartotta akkor már fontosabbnak, és ez így volt jól. Én a színpadon már 3 generációval voltam fent, és ennek nagyon örülök, a lányaim táncoltak, de van még 3 generációs nagymama itt a társulatban, tehát én nagyon örülök ennek. És az a fontos tényleg, hogy a gyerekek jöjjenek, hogy örüljenek. Varga János családi szálak fűzik Sebestyén Ádámhoz, így került ő kakasdra tánctanárként 31 évvel ezelőtt.
91 tájékán csináltam meg az első műsorszámot, amit az legelső székely találkozón Csátalján adtunk elő. Ez a marosszéki táncok volt, és hát azóta itt ragadtam, mert nagyon szép lányok voltak itt a tánccsoportban, úgyhogy rögtön választottam is egyet magamnak, mondhatnám úgy is, hogy ide nősültem, és azóta is, hát itt megállás nélkül folytatom már 31 éve. Ekkor csak 4 pár alkotta a kakasdi tánccsoportot, ez az évek alatt megváltozott. Addig-addig járkáltunk ide, amíg egyszer csak azt vettük észre, hogy már 20-an vannak. Aztán odáig fajult a dolog, hogy már külön gyerekcsoportot is kellett csinálni. Aztán utána odáig jutottunk, hogy a gyerekcsoportból már nem is egy, hanem 2 korosztályt kellett csinálni. Aztán hát folyamatosan így bővült, a legtöbben abban az időben voltak, 2007-2008 táján volt ez, amikor itt helyben tudtam megszervezni a művészeti iskolát, akkor voltak 72-en beiratkozva, és ebben még nincsenek benne a létszámban az óvisok meg a 18 éven felüliek. Most, hogy ez a 50 éves jubileum lett célnak kitűzve, akkor most ismét összegyűlöttünk egy hát körülbelül a 80-as létszámra, a 30-as helyett. Úgyhogy szerintem ez a szép műsor jót tett a tánccsoportnak. Már a látvány, hogy fölmentek a színpadra, már az is ugye megdöbbentő volt, meghökkentő volt a nézők számára. Próbák kezdetén, hát olyan hitetlen ábrázattal ültek itt a széken, ahogy tanultuk az énekeket. Aztán, ahogy telt múlt az idő, körülbelül 3 hét elteltével, olyanná változott a hangulatuk, hogy ilyen csillapíthatatlan jókedv, és bármit csináltam, hogy elszomorítsam őket, nem sikerült. A műsoron hát nem csak a szereplők kerültek olyan hangulatba, hanem a közönség soraiban is sok idősebb székely ült, aki már nem vállalkozott a szereplésre, de hát irodalom tanár mondaná erre, hogy teljes katarzis. Ez egy ilyen leírhatatlan szépség és boldogságérzés lett itt a végére bennem. Hát miközben készültünk rá? Hát rengeteg izgalom, nagyon jó elfáradások, nagyon jó derékfájás, ugye, akkor hát azok az élmények, amikor már 20 éve nem találkoztam valakivel, és táncolok vele körülbelül 10 percet, és az egész 10 percen keresztül azt mondogatja, hogy János, olyan rég nem táncoltunk, János, olyan rég nem táncoltunk. És hogy mik a további tervek? Nem szeretném abba hagyni ezt a Próba 50 című hirdetéseimet, így hirdettem mindig nekik, hogy a próbákat, hogy lesz szám, holnap is próba 50, és akkor jöttek. Most pedig úgy fogom hirdetni a folytatást, nem hagyom abba, hogy próba 50 plusz. És hát igazából ennek tényleg az a célja, hogy a régi számokat újra elővegyük, és akinek van kedve, uram, bocsán, még fel is lépjünk vele, és az a vágyam a legnagyobb, hogy új műsorszámokat is tudjak velük készíteni. Mindenféle fontos, ami a székességünket bemutatja, én úgy gondolom, legyen az mese, legyen néptánc, legyen mit tudom én, népdal, bármi. Hát, hogyha most ennyien megmaradunk, amennyien most vagyunk, hát az éppenséggel elég, mert a színpad teljesen megtelik,
de nagyon várom vissza azokat, akik most tényleg családot alapítanak és fiatalabbak. Remélem, hogy az ő gyerekeik is ide fognak jönni, itt fognak táncolni. Nem egyszerű azért hazajönni munkából, a gyereket elhozni néptáncra. Hétvégén, mikor pihenni kellene, akkor ruhácskát kell mosni, kivasalni, idehozni, itt lenni vele. Nem egyszerű, de ha nem tesszük, akkor annak a gyereknek óriási élménybe lesz hiánya. Nyolcvan felvidéki és magyarországi helyszínen gyulladtak őrtüzek a Székely Autonómia napja alkalmából. Tevelen az önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége együtt lobbantotta lángra a szolidaritás jelképét, de fellobbantak a lángok Dombóváron és Kakasdon is. A rendezvényeken elhangzott, hogy az Európai Uniónak megkerülhetetlenül foglalkoznia kell Erdély autonómiájának ügyével. Tevelen a helyi önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének közös rendezvényén gyulladtak fel a lángok a fontos esemény alkalmából. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy példaként kell szolgálnia a székely összetartozásnak. Nem szabad közömbösek lennünk más népekhez, illetve a saját közösségünkön belül is mindenképpen az összefogás és az együttlét, illetve az egymást erősítés nagyon fontos. Ez a mai napra is visszavezethető, és a mai napig is visszavezethető. Úgy gondolom, hogy a bukovinai székelyek nem csak ugye ez a fajta kiállás volt, hanem végül is konkrétan a bukovinai székelyek is részt vettek ugye még abban az időben a szabadságharcba, illetve hát tulajdonképpen nem egy lehetőségük volt, hanem elég sok, amivel példát mutattak az akkori népcsoportoknak, hogy össze kell fogjunk, és mindenképpen ez tart minket életben. És ahogy említettem, tehát a mai időkben is hasonlóan, sőt, talán még erősebben össze kell tartanunk ugye ebbe az ivataros időkben, mert nyugodtan nevezhetjük, hiszen a kultúrák találkozása most már eléggé felhigult több helyen, és ahhoz, hogy a gyökereket megtaláljuk, és tényleg azt a fajta értékeket tudjuk magunkévá tenni, amelyeket kaptunk. Ez rámutat az a történet, illetve az a történelmi sodrás is, amelyben tulajdonképpen a bukovinai székelyek végigvonultak. A fiatalok számára különösen fontos, hogy őrizzék a hagyományokat, ápolják a gyökereket, hiszen ez adhat előtt számukra a jövőben. Ha gyökereket nem ápoljuk, hanem tudjuk, hogy honnan jöttünk, akkor ugye a gyökértelen emberrel mind, ahogy mondják, azzal bármit meg lehet tenni. Én bízom benne a bukovinai székelyekkel, ha már magunkról beszélhetek, de általában a székely emberekkel nem tudják és nem is tudták megtenni, hiszen a madéfalvi veszedelemkor is ugye példát mutattunk abba, hogy kiálltunk a jogainkért, és tulajdonképpen itt is egyfajta hasonló a történet, hiszen azokért az önállóságért azért jogért álltak ki a szabadságharcban lévők, amelyeket sárba tiportak akkor. Farkas Attila, a település polgármestere azt mondta, az évenkénti őrtűzgyújtással a folyamatos szolidaritást akarták kifejezni. Célunk továbbra is az, hogy ez az őrtűz, ez legyen a béke, az összetartozás, a szeretet és a megértésnek a lángja, jelképe, és azt szeretném, hogy ez igazándiból ne csak Tevelen, hanem nagyon sok helyen lobbanjon föl, és az összetartozásukat fejezzék ki az emberek, és legyen példakép ez mindenki számára. Az önkormányzat minden Tevelen működő civil szervezet egyaránt egységesen kezel és támogat, tehát nem csak kiemelten a székelyeket, hanem minden nemzetiséget. Ha már kiemeltük így a kérdésben a székelyeket, igen, Tevelen működik a székelykör már nagyon régóta, nagyon erős
baráti, illetve felebaráti szerveződés, és sok programot szerveznek itt a településen, sok programon képviselik településünket, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a civil szervezet megőrzi a hagyományokat, és tovább viszi a következő generáció részére. A hagyományoknak megfelelően a Székelyföldi Autonómia napján nem csak Székelyföldön lobbantak fel az őrtüzek lángjai, Dombováron is égett a lármafa. A dombovári és környékbeli településen élők jól ismerik a Székely Nemzeti Tanács 2015-ben életre hívott kezdeményezését. A lármafa az tulajdonképpen régen ilyen tüzekkel üzentek egymásnak az emberek, és tulajdonképpen ez is most egy üzenet, hogy mi innen Dombováról a székely testvéreinkkel együtt vagyunk. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan támogatják, és még úgy is, hogy nem jönnek el egy ilyen tűzgyújtásra, de én úgy gondolom, hogy mostanra már talán megértették a magyarok, hogy nem határon túli magyarságról beszélünk, amik az erdélyekről beszélünk, hanem Kárpát-medencei testvéreink, akik saját önszántukon kívül egy politikai játszmának a részeként már nem Magyarországhoz tartoznak. Az autonómia nagyon fontos lenne az ő részükre, hogy saját maguk rendelkezhessenek a saját dolgaikkal, hiszen ha most elmegyünk Erdélybe, ott csak magyarok vannak, magyarul beszélnek, és nagyon sokszor a gyerekek is meglepődnek, iskolások, akik elmennek kirándulni, hogy hát így mindenki magyarul beszél, mert magyarok laknak ott. Tehát azt úgy gondolom, hogy manapság erről már nem kell túl sokat beszélni. A dombovári őrtűzgyújtáson a helyi székely körtagjain kívül több civil egyesület tagjai is jelen voltak. Ez a kezdeményezés megmutatja, hogy Dombováron élő székely származásúaknak is mennyire fontos, hogy a székely autonómia határokon túl és határokon belül is az őrtűzgyújtással ezzel rendkívül szépen szimbolikusan megemlékeznek erről a napról. Tavaly előtt megrendezésre kerülő székely őrtűzgyújtáson is részt vettem, ugye, mint a civil tanács képviselője. A hatalmas őrtűz beragyogta a Gólyavár környékét, ahol az összegyűltek mindannyian fontosnak tartják a kezdeményezést, ami az országhatárokat is átíveli. Mivel én is székely vagyok, kézivásárhelyi születésű, ugye vérvizé nem válik, és ezért nagyon szeretném én is, hogy a hagyomány is megőrződjön, meg hogy ugye a székely testvérekkel, hogy összhangba legyünk. Az őrtűzgyújtó helyszíneken felolvasták azt a kiáltványt, amelyet a Székely Nemzeti Tanács elnöke Izsák Balázs jegyez. A dokumentum nyomatékosítja, a területi autonómia, a biztonság, a béke, a jólét záloga lehet Székelyföldön. Kakasdon az önkormányzat és a Székely Nemzeti Tanács közös rendezvényeként gyújtottak mágiát. Ez a nap minden évben lehetőséget kínál arra, hogy a székely nép kiálljon a külvilág felé, kinyilvánítsa a belső önrendelkezés iránti folytonlagos igényét. Ez a nap minden évben lehetőséget kínál arra, hogy a székely nép kiálljon és a külvilág felé kinyilvánítsa a belső önrendelkezés iránti folytatólagos igényét. Süli János országgyűlési képviselő azt mondta, az Európai Unió nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, de eljött az idő, hogy ez is napirendre kerüljön. Védte a végeket, ez volt a székely népnek a feladata. Európa ezzel a kérdéssel mai napig nem akar szembesülni, hogy a önrendelkezési jogot biztosítsa. Az ünnepség kapcsán megint láttunk előadásokat, térképeket, hogy hamisították meg adott esetben a trianoni békediktátum idején a területi népesség arányokat. Ezt a mai napig is nehéz helyreállítani, és azért kell nekünk ezt a békés demonstrációt választani évről évre. Elmondtam, mintha egy időben gyújtjuk meg Székelyföldön Magyarországig. Ez még volt olyan eset, amikor a fönt keringő műholdról is látható volt a fél Európát átívelő őrtüzeknek a lángja. Úgyhogy azt kérem én mindenkitől, hogy ugyanilyen békés módon a magyar nép egyébként sose nem terror cselekményekkel, nem tiltakozással akarta visszaszerezni az autonómiáját, hanem békés módon aláírásgyűjtéssel, őrtüzekkel, szolidaritással. Ezt eddig nem méltányolta Európa, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb nem kerülhető meg.
A Magyarországon és az Erdélyben élő székelység számára egyformán fontos az autonómia gondolata, ezért szervezi meg a Székely Szövetség minden esztendőben a tűzgyújtást. Nem csak Székelyföldnek, Erdélynek, Magyarországnak, hanem Kárpát-medencébe minden kisebbségnek fontos ez a mai nap, amit a Székely Nemzeti Tanács valamikor elképzelt és létrehozott. Ezt hirdetjük a világ minden részébe, és úgy gondolom, hogy egyre többen csatlakoznak, vagyis legalább próbálják ezt megtartani, és főleg mi, akik Erdélyből elszármazottak vagyunk anyaország területén, próbáljuk egyre nagyobb szélességbe ezt minél több emberhez elvinni, megmutatni, hogy mennyire fontos az összetartozás, összefogás, egy vérből vagyunk. Selné Simcsik orsolyi a kakast polgármestere azt emelte ki, a településen jelentős számban élnek székelyek, akik számára fontos a kapcsolat azzal a vidékkel, ahonnan az őseik ide települtek. Fontosnak tartjuk, hogy székelység fönnmaradjon. Bízom benne, és hiszem, hogy ez igenis meg lesz, hiszen több száz éves hagyománya van, és itt Kakasdon is fontos például a székely hagyományőrzés. A székely népdalok, az énekek, a meséknek a felelevenítése az utókor számára továbbadása. Támogatjuk ezt a kezdeményezést tiszta szívünkkel. A Székely Autonómia napja alkalmából a Kárpát-medence területén mintegy 80 helyszínen gyújtottak őrtüzet. Varga Mihály a Sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum igazgatója, emellett kiváló szobrász. Azt mondja magáról, úgy él, mint egy fa, aki gyökereiben kapaszkodik a hagyományhoz és saját székelységéhez, miközben művészetében a modernitás és az európai gondolat jelenik meg. Múzeumot vezetni pont úgy alkotás, mint egy kőtömbből kivésni azt, amit láttatni szeretnénk. Egy gyönyörű épület pont olyan alap, mint a kő, hogy mi lesz belőle, az rajtunk múlik, mondja Varga Mihály, a Sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum igazgatója, szobrász. A műveimben, a szobrászatomban nagyon szeretem beszéltetni a fát, vagy szeretem beszéltetni a követ. Ugyanúgy az intézmény vezetés is egyfajta művészet, és ezt lehet csinálni. Nem szabad a múzeum igazgató a legokosabbnak képzelje magát. Nagyon fontos az, hogy bizalmat adni az embereknek, és buzdítani arra, hogy dolgozzon. Tehát a kérdésre visszatérve, nem látok semmiféle ellentmondást a hagyományos muzeális intézmény vezetése és a kreatív, mondjuk úgy, hogy modern szobrászat között. Falun nőttem fel, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szerencse. Felső háromszéken Lemhényben eszméltem, és hát ott egy udvar, állatok, a nagyszüleim, a falusi világ, a maga idillikus milliójével szerintem az volt a döntő, és hogy nagyon kicsi gyerekkoromban meg akartam örökíteni a körülöttem lévő formákat, elsősorban az állatokat. És nagyon korán rajzoltam, tehát a családi legendárium szerint hamarabb rajzoltam, mint beszéltem. És akkor ebből szép lassan ugye elment az iskolában, majd tudtunk plasztelinben, agyakban tudtunk formázni, és az egyszerűen lenyűgözött, hogy három dimenzióban lehet amit addig csak rajzban készítettem. Később majd a középiskolában, a képzőművészeti középiskolában, szakközépben jártam, ott viszont már szakavatott tanárok, és akkor már tudatosan a szobrászat mellett döntöttem. A természetes anyagok a kedvenceim, a kő és a fa. Inkább fába dolgozom, mert hogy a fának a melegsége áll hozzám a legközelebb, azon kívül meg nagyon vonz a monumentalitás, a nagyméret, és azt fában könnyebb elérni. Tehát például én egy saját elképzelésű szobrot bronzba önteni, az nagyon költséges lenne. A bronzba főleg a megrendeléseimet készítem. Azok az igények általában bronzra vagy kőre szólnak.
Szerintem a kisebbségi lét egyáltalán nem zárja ki a szabad, sőt, ez még inkább arra sarkal, hogy újra definiáljam magam, meg hogy szabadnak érezzem magam bármi áron. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben nincs különbség a többségben élő magyar és a kisebbségben élő magyar között. Igenis kell, szabadnak kell érezzük magunkat, hiszen a diktatúrán túl vagyunk. Az borzasztó volt, nagyon sötét volt a mi diktatúránk is, ahogy a Rákosi korszak is önöknél. De hogy én azóta egyfolytában ebbe bízom, hogy mindig a fény fele megyünk, mindig a jobb fele haladunk. Nekem a munkáim sokszor pesszimistábbak, mint ahogyan az emberek engem ismernek. Tehát valószínű, hogy a szobrászatomban jön ki az aggodalom, vagy hogy az embernek az esendősége az, ami engem megragad. Úgy látom, hogy egy nagy kiüresedés van. Egy nagy, tehát nem csak a közéletben, nem csak a politikában, hanem a vallásban is látom, templomba járó ember vagyok, és látom, hogy azért már nagyon sok minden úgy üresedik ki. Megvan még a váza, megvan még a külső része, de belül a tartalom az nagyon-nagyon talmi, nagyon-nagyon esendő, és ezt akarom a szobraimba valahol, erre próbálok rámutatni. Az itteni falvak, városok a nagyjaikról állíthatnak szobrot. Nem tilos. Tehát, hogy mondjam, egy csomó a szólásszabadság, a közösségnek, a vágyainak a kifejeződése sokkal inkább szabad, mint 25-30 évvel ezelőtt. Én azt hiszem, hogy ez a mi kis tájunk, vagy mondjuk úgy, hogy ez a mi világunk, sokkal kevésbé van kitéve azoknak a rongáltságnak, ami egy nagyvárosban. Tehát valahol még mindig az a patriarchális világnak a törvényei működnek. Persze, hogy itt is van falu kép rossz, tehát az emberek ízlése romlik, meg érezzük a pusztulást, de még mindig van egy olyan megtartó erő, ami nem engedi, hogy nagyon elkeseredjünk. Tehát még mindig van egy kohéziós erő az itteni emberekben. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!